Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Katonai Emlékpark Pákoz Nemzeti Emlékhely lett 2022-ben az év emlékhelye, az elismerést Budapesten adták át. Ezúton is gratulálunk Görög Istvánnak, az emlékhely ügyvezetőjének. No, hát egy kicsit menjünk vissza a múltba, konkrétan 1951-ig, hiszen az obeliszk akkor készült, és hát egy ideig csak jártunk Pákozra, aztán jött egy fantasztikus gondolat és egy folyamatos fejlesztés, ami záloga annak, hogy megismerjük a magyar történelmet 1848-tól tulajdonképpen valamennyi történelmi kornak emléket állít most már. Én azt hiszem, hogy jó helyre került, annál is inkább, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a fiataloknak is most már, és nem csak a turistáknak egy kedvelt célpont, hiszen tanulni is lehet, ami nagyon-nagyon fontos. No, egy kicsit beszéljünk az elmúlt időszakról, hogy miként épül fel ez a Nemzeti Emlékhely. Hát úgy van, ahogy tetszett volt mondani, hogy 1951-ben kezdődött ott a történet. Akkoriban ez a terület, ez honvédségi terület, és a honvédségi gyakorló tér egyik sarkában. Minden valószínűség szerint abban a sarkában helyezték el a Mészekhegy egy nyúlványára ezt az obeliszket, ahol egy korona talán 1848. szeptember 29-én a vezetése állt. Onnan valóban belátható volt az, az egész észak-déli völgy, és az a környék, ahol a korábbi harctevékenységek zajlottak. Megépítésre került a szabadságharc legmagasabb köztéri alkotása, és azt követően is ez a honvédségnek egy központi emlékhelye volt, hiszen honvédség napja, vagy az akkor is neveztük a néphadsereg napja, és később a fegyveres erők napja, az szeptember 29-e volt. Ehhez egy sokkal szorosabb eszmei kapocs kötötte az akkori honvédséget, és ennek megfelelően a rendszerváltás követően 1992-ben a könyv jóváírással, ez a kor szokása, egyik cég átadta a másik cégnek a tulajdont. Így a Honvédelmi Minisztérium megszabadult ettől az emlékhelytől, és gazdagabb lett Pákozda egy emlékhelye. Ők ugyanezt nem kérték, és ennek megfelelően ő hozzá erejük se nagyon volt. 1998-ra ez ki is derült, hiszen a 150-es évfordulót mégis meg kellett ünnepelni, és mindenki szaladozott, hogy akkor hát ez az első csata nélkül, ez nehezen lehet megünnepelni, ezért fontos lenne az, hogy ezt valahogy rendbe szedjék. Na de hát hogyan? Pákoz tulajdona, más tulajdonára hogyan költünk? Hát ebbe segített egy honvédség és társadalombaráti kör nevezetű civil szervezet, amelyik akkor már 3-4 éves volt, hiszen 5-be alakult. Gyurica Béla, akkori országgyűlési képviselő volt tábornok vezetésével, és hát az ő lánglelkűsége és víziója adott ennek az egésznek egy óriási lendületet. Nem tudjuk eléggé megköszönni Gyurica tábornok úrnak ezt. 2002 pedig egy nagy áttörés volt, hiszen 11 szervezet fogott össze ahhoz, hogy valóban nemzeti emlékhely legyen. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, hiszen megalapozta mindazt a 20 évvel ezelőtti történés, ami ma is létezik. Hát és ez is egy nagy név, ez Varoszky Tihamér nevéhez fűződik, aki akkor érre állt, és a Honvédség és Társadalombaráti Kör vezetőjeként, elnökeként, Székesfehérvár város polgármestereként gondolta úgy, hogy mégis egy nagyváros közelében egy ilyen nevezetes emlékmű nem maradhat gazdátlanul. Ezt meg kell támogatni egy társadalmi összefogással. Természetesen ezt azért hozzátesszük, hogy akik körülötte voltunk, mi azért végigcsináltunk egy 4 évet, hiszen 2008 és, illetve 1998 és 2002 között 4 évbe ki lett használva az idő, és az idő alatt készült el, hogy ha úgy tetszik, visszaállt a régi fény, és a régi földszintes ilyen barak, illetve bocsánat, bunker jellegű múzeum épület tetején elkészült egy tetőtér, ami megakadályozta már, hogy a múzeum rendszeresen beázzon.
és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör pedig tanyát vert a padláson, ha úgy tetszik, és beépítette azt, létrehozott egy előadó és kiállító termet, és ez mind lehetőséget teremtett arra, hogy elindulhasson egy szervezet oktatás. Mi volt a víziója az alapítóknak, illetve azoknak, akik akkor kezelték? Hát megvannak ezek a személyek, és hála Istennek mind a mai napig jó barátságban is vagyunk mi is, illetve van, aki a kezdet-kezdetén elindított akciót, ha úgy tetszik, folytatta, és így kerekedett például a Dinnyési Várpark, amelynek úrnője nálunk az első munkatárs volt. De ami fontos, az, hogy velünk párhuzamosan időben, talán egy időben indult el a szomszédos arborétumba az úgynevezett erdei iskola mozgalom. És az erdei iskola mozgalmat figyelgetve jöttünk rá arra, hogy talán valami ehhez hasonló módszerrel meg lehetne szólítani a fiatalokat, és el lehetne őket csábítani arra, hogy foglalkozzanak egy kicsit a bogarakon és madarakon és fákon kívül, mondjuk a hazájukkal. És hát ezért indult el a hazafiság iskolája, amely 2002-re datált, és ennek megfelelően ez Székesfehérvár városa támogatta is, hogy egy-egy busz megjelent egy-egy iskolai intézménynél akkoriban reggelente, fölpakoltak általában egy vagy két osztályt, kivitték őket Pákozdra, a fele elment az arborétumba, a másik fele elment a katonai emlékhelyre, ahogy akkor hívták, ott megtörtént a két-két órás foglalkozás, és cseréltek. És ennyi idő alatt, tehát egy ilyen délelőtti foglalkozás alatt mind a két részt meglátogatták, és hogyha úgy tetszik, egy kis hatást kaptak. Ez nagyon-nagyon fontos időszak volt. Miként az is, hogy 2010-ben a jelenlegi formájában is már akkor megalakult az emlékhely, hiszen akkor már sokkal többet láthattunk egyik oldalról, és tematikus lett a történet. Hát ez pontosan ez az indulást tette lehetővé, hiszen a baráti kör arra szövetkezett, hogy az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését támogatja, és ehhez a baráti kör 170 fős tagságának egy jelentős része, akik pedagógusok voltak főleg, vagy neveléssel foglalkozó emberek, ugye egyáltalán affinitásuk volt erre, azok elkezdték azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt az egészet megjeleníteni. Nagyon fontos szereplők voltak az akkori történelemtanárok egylete, akik 2002-ben mindjárt elfogadva a felkérésünket nálunk tartották meg éves közgyűlésüket, találkozójukat, és egy Szabolcs Otto nevezetű jó nevű professzor akkor meg is írta a Pákozdi példa című kis anyagát, tanulmányát, amelyben először fogalmazta meg, hogy Pákozd többre hivatott, mint amit akkor éppen betöltött, hiszen egy eredeti helyszín, tehát hiteles helyszín. És minden olyan dologra alkalmas, amit a hitelét nem rontva elvégezhető. Így döbbentünk arra rá, hogy hát azért ezen kívül például ott van egy elhagyott harcároknak a nyomai, amit elkezdtünk felkutatni, és kiépült ma az a harcárok, amit ma is lehet látni. Ami egyébként hitelesen ott van, tehát ezt nem mi szemléltetés eszközeivel vagy érdekében ástuk ki. Az első világháborúnak nincs Magyarországon hiteles emlékhelye, hiszen a mai ország határon belül ugye nem volt betörés, eleve betörés is csak valahol északon, a Bártfa környékén volt, tehát ennek megfelelően, hogyha úgy teszik, a történelmi Magyarország területét is csak ezeken a kis helyen érte. Tehát itt nem követtünk el, ha úgy tetszik, történelmi sértést, amikor a doberdói harcokat és az ott fehérvári hősöknek a nyomait kutatva összeszedett emlékeinket, tárgyi és lelki emlékeink megjelenítésért elvégeztünk egy barak felépítésébe, és aztán azzal mégiscsak közelebb hozzuk azt a 100 éve történt dolgot. És hát a második világháborúban viszont itt volt a Margit vonal, és ennek megfelelően az ott zajlottakat már azért meg lehet hitelesen is jeleníteni. És Gyurica Béla ötlete volt az, hogy
hogyha egyszer itt van a kezdet, már Pákozdon, hiszen az a honvédségnek az első és győztes csatájának a helyszíne, tehát ehhez kapcsolódik a tűzkerességhez kapcsolódik a honvédség megalakulása. Ebben az esetben érdemes egy másik létesítményt kialakítani, amely pedig a mindenkori mára utal. A mai napon is 900 katonánk van békefenntartásban, tehát ez a dolog, ez a békefenntartás. Tehát egy fontos lépcső volt a NATO csatlakozás is, és ezt ilyen értelemben ki kellett használni, hiszen a fiatalokat érdekli, hogy mi történik egyik oldalról. Beszéljünk a kiállításokról, hiszen számos olyan interaktív elemekkel bővített kiállítás van, ami nem csak a gyerekek, de a felnőttek, tehát az odalátogatók számára is fontos. Hát és ezek közül... általában tematikusak, de nagyon-nagyon fontosak. Hát ezek közül kettőt emelek, illetve hármat. Az egyik ugye az, amit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum készített Herman Robert forgatókönyve alapján, és nagyon szépen megjeleníti magát az 1848. szeptember 29-i Pákos-Pátkasukorói csatát. Ennek az előzményét és a rövid közvetlen következményeit. Az azt követő időszakban a legfontosabbnak mi a sorkatonaságot tartottuk, amely 1868-ban elkezdődik, és 136 éven keresztül lényegében meghatározta a magyar férfi populáció, most közvetetten a magyar családok életét is. Hiszen a fiú sorkatonai szolgálata okán a családok is nagy figyelemmel fordultak a hadsereg iránt, mi várott rá, milyen követelményeket kell teljesíteni, hogy él, milyen hiányai vannak, és ez adott is a 100 év alatt egy hidat, hogyha úgy tetszik, a társadalom és a honvédség között. Erre az időszakra esik két véres háború és egy véres forradalom időszaka, tehát ennek megfelelően ténylegesen mindenki érintett ebbe a tevékenységbe. Az azt követő harmadik nagy kiállítás, ami bemutatásra kerül, ez a békefenntartás történetét fogja össze. Itt kezdtük el, ebbe része volt nagyon sok fehérvárinak, hiszen Székesfehérváron sok katona él, sok katonából nagyon sokan voltunk különböző békefenntartó missziókban, és hogyha tudatosan készülünk arra, hogy ezeket ezt követően be is tudjuk mutatni, akkor igenis azok a személyek, akik barátainkként tudatosan készültek, hoztak is haza tárgyi emlékeket is, nagyon sok leírást, emléket, fotodokumentációt, ezt kezdtük elgyűjteni, és hát ez fejlődött már odáig, hogy rövidesen meg szeretnénk alakítani a békefenntartó dokumentációs és, hogyha úgy tetszik, kutató helyet, ami lehetőséget ad arra, hogy ténylegesen a tárgyi emlékeket és a most otthon, így mondom, hogy otthon lapuló fotodokumentációt, egyebet begyűjtse, amit azt követően lehet, hogy már a mi életünk után, de lehet majd kutatni, és nem vész kárba. Nagyon is rendjén van így, ugyanakkor nagyon fontosak az időszaki kiállítások. Egyik oldalról azok, amelyek általában a honvédségnél működő művészeket mutatják be nekünk, másrészt pedig egyéb kiállítások is vannak, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalokat is megnyerjük, és azt hiszem, hogy ez is egy példaértékű kezdeményezés. Ez is menet közben alakult így. Volt egy olyan termünk, amit erre lehetett használni, és el is kezdtük rögtön az elejétől, hogy megjelenítsünk egy-egy fontosabb témakört. Így az első világháború időszak, századik évfordulója időszakában elsősorban a világháborúhoz kapcsolódó különböző kutatásokat, voltak itt olasz és más nemzeteknek a gyűjtői katonái, vagy a II. Világháború évfordulója során azon a fegyvereknek a bemutatása, a Doni katasztrófához kapcsolódó mindenféle kutatás eredményei, vagy a tavalyi évben így volt például a
a Dunai Flottillának egy nagyon szép kiállítása, hogyha úgy tetszik, a kis magyar haditengerészekről, ami nagyon érdekes összefüggéseket mutatott be, és nagyon sok tárgyi emléket. Az idei évben egyébként közkívánatra visszajönnek, és ismételten lesz egy nagyon szép kiállítás. Így van, jól. Viszont egy kicsit kalandozzunk a régmúltba is, hiszen példaértékű volt az a kezdeményezés, hogy Nagyváraddal összefogva a Szent Lászlónak is emléket, most már tárgyi, tehát egy lovas szobor emlék is van, ami Nagyváradon láthatunk, annak egy mása, az eredeti természetesen. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy bármikor azt mondják, hogy itt állandóan a múltban révedezünk, de azért nagyon fontos szerepet játszott Szent László történelmünkben. Szent László meghatározó katonák életébe, Szent László segíts, kúriandották a katonák a rom előtt, és ténylegesen gyakran kihívták segítségül korábbi évszázadokban, tehát ez nem új keletű. A legújabb, most így mondom, a modern honvédségnek is egyik védőszentje, a legnépesebb fegyvernemének, a lövészeknek a lévédőszentjeként szolgál. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a Szent László közel 1000 éves története, ez mindenképpen átíveli a nemzet védelem kérdéseit is. Ebből következően annak a Magyarország egyik egyetlen, most jelenleg egyetlen katonai emlékhelyén, ez egy fontos összekötő kapocsként is szerepel. Hiszen a mi emlékhelyünk dedikáltan 1848-tól napjainkig őrzi a katonák sorstörténetét, de hát azt kell mondani, hogy ismerve a gyermekeinket, hogy látniuk kell, hogy mindenkor van védelem, és hogyha azt akarjuk, hogy állam legyen, az államot védeni kell, ahhoz pedig katona kell. Így van, tehát szeptember 29, aradi vértanúk, és így megyünk tovább természetesen. Igen. A második világháború az 56-os hősök, és néha pedig visszatekintünk. Ez lesz az út a jövőben is? Hát több irány van, de mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ez a park, amelyik már az alapításnál is úgy fogalmaztunk, hogy ez nem egy múzeum, nem egy iskola, hanem ez egy park, ahol sétálva megismerhető a történelem. De azt hiszem, ez most már teljesül is. Egy gyönyörű park alakult, ez a valamikori nagyon csúnya tájsebb. Egy gyönyörű helyen lényegében megelevenítetjük egy séta során a tanultakat, átismételhetjük, elmesélhetjük a gyermekeinknek, unokáinknak, és azt hiszem ezek a legfontosabb dolgok. Tehát mi úgy gondoljuk, a legfontosabb számunkra a család, hiszen a családba történik a nevelés, és a családot kell segíteni azzal, hogy hogyan lehet erről a témáról egyáltalán megnyilatkozni. Ehhez én szerintem ad segítség ma is ez a dolog. Különösen figyelemre méltó az, hogy mennyire felismerik a nagyszülők ebben a lehetőséget, hiszen ők azok, akik már azért unokára talán rá is érnek, és úgy elszámolva életükkel úgy érzik, hogy az a tapasztalatokat át kell adni valakinek, és erre azért a legalkalmasabb egyedek mindig az unokák. Igen, és folytatódik. No, így és kell. Akkor megérkeztünk most a 10. emlékparki nyár, közel egy hónap múlva, amelynek fővédnöke Ruszin Szendi Romulus altábornagy úr, a Magyar Honvédség parancsnoka. Ez egy jubileumi emlékparki nyár lesz, és június 24-e. Azt hiszem, hogy ez már is egy remek program mindenkinek. Hát úgy gondolom, hogy pont egy hónap van el még ahhoz, úgyhogy azt kívánjuk, hogy 5 hét múlva érkezzenek meg, és akit érdekel, az jöjjön el mindenképpen. Egy 75 művészt lát, hogyha úgy tetszik. Azon az egy este bemutatkozik a megnyitón, hiszen vendégünk lesz a Ruf Tamás vezette fehérvári katonazenekar, és az ő művészeti vezetésével állítanak össze egy olyan műsort, amelyben az énekar, maga a honvéd férfi kar több mint 50 fős csodálatos kórusába. Én úgy gondolom, hogy ez a
így mondom, műsor, már ez önmagában is egy kuriózum, általában egyedül szoktak énekelni, és nem szoktak ilyen műsort így megszervezni, de mi ezzel nagy próbát teszünk. Természetesen úgy szerveztük az idei évben is, hogy a 10. alkalommal egy kicsit sűrítetten minden pénteken műsor lesz nálunk. Nagyon-nagyon, hogy így mondjam, magas művészi értékű produkciók kerülnek bemutatásra. Annál is inkább itt már is felfigyeltem rá, hogy a színes ceruzák varázs, amiről az imént beszélgettünk, egy összefoglaló tulajdonképpen kiállítás, hiszen 10 éve zajlik a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat sorozat. Azt hiszem, hogy ez egy csoda lesz. Én már most nagyon kíváncsi vagyok rá. Invitálok mindenkit, ez valóban így van. Főleg amiatt lesz csoda, hogy alig egy pár nappal ezelőtt, ezen a héten volt Nagyváradon az határon túliak értékelése. Több mint 700 alkotás érkezett arra is, és összességében egy nagyon színpompás kiállítást bonyolítottak mele Nagyváradon a várban. Az is már beépül erre, és a jövő héten nemzeti összetartozás napja van, úgyhogy Szent István teremben 2-án délután lesz a magyarországi díjkiosztó és eredményhirdetés, és úgy gondoljuk, hogy azt követően ez egy nagyon nagy alkalom lesz arra, hogy ne csak az egy évről legszebb alkotásait, hanem az elmúlt 10 év alkotásait mutathassuk be. Akik közül nagy örömünkre többen ma már valóban felkent művészek. Így van. Július pedig úgy kezdődik, hogy Faludi Judit csellóművész koncertje, illetve Várkonyi Gábor 75 és barátaik egy képzőművészeti kiállítás. Ez is nagyon érdekes. Én azt hiszem, hogy amit az imént hallhattunk, hogy valamennyi művészeti ágat lefedi ez az emlékparki nyár, és ez így van rendjén. Erre törekszünk. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ők valamilyen katonai kötődés legyen. Megkérdezhetik, hogy Faludi Judit, Liszt díjas, kiváló művész hogyan vagy kerül ide hozzánk, mi köze a katonasághoz, az ő férje katona. Tehát, hogyha más nem, családban van. Az összes többi fellépő művész is úgy gondolom, hogy érdeklődésre számot tartó, tehát kérem azt, hogy figyeljek, és hogyha idejük lesz, jöjjenek. Ingyenes lesz, ebbe az évben viszont azt szeretnénk, hogy egy regisztráción legyen. Ezzel, aki regisztrál, azok részére biztosítjuk azt, hogy ténylegesen legyen ülőhelyük és minden feltétel ahhoz, hogy élvezhessék. Igen, hát kivonatosan csak, hiszen ez még távoli történet, de lesz a Nótás kapitány, aztán az Ősi Kovács alkotóműhely festményei, Szeretni Bolondulásig, Meleg Vilmos és Molnár Júlia, őket velük már találkoztunk. Nagyváradi színészek, csodák. Nagyváradi egy csodacsapat, ott leszünk. Petőfi 200 alkotótáborban készült képek. Vendég lesz ismét Tolcsvai Béla barátunk, várpalotai katonaművészek, és hát itt ugyan én azt olvasom, hogy egy könnyed nyáresti szabadtéri koncert a végén, de bizonyos vagyok benne, hogy az is nagy élmény lesz mindannyiunknak. Nos, hát én ígérhetem, hogy mi végigkísérjük ezt az emlékparki nyárat, ezt is mondhatom. És hát köszönöm szépen, hogy minden munkatársának. Ugye, mert óvatatlanul is kevés szó esik a munkatársakról. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül szakmailag is összetartó közösség, egy remek csapat. Köszönjük a lehetőséget, hogy erről is szólhatunk. Valóban úgy van, hogy Gyurica Béla is a Honvédség és Társadalombaráti Kör elnökeként kezdeményezett, azt követően is a Baráti Kör mind a 170 főjével állt a feladat sűrűjében, és amióta készen van az emlékpark, ez a dolog nem lankad. Továbbiakban is a szakmai tevékenységet a Baráti Kör irányítja, nagyrészt szervezi. A Katonai Emlékpark Központú Non-Profit Kft.-nek mintegy 14 fős munkatársi gárdája pedig a napi működtetést biztosítja. Rendkívül nagy szorgalommal, alázattal, és hát azt hiszem, hogy egyre nagyobb szakmai tudással. Ennek az eredménye az, hogy bármely időszakban most, hogyha úgy tetszik, minket vizsgáztattak,
erősebbnek találtat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Görög Istvánnak, és köszönjük emlékparki dolgozók. Kedves nézőink, az emlékparki nyárról beszéltünk, illetve a fővonulata a mai beszélgetésnek az volt, hogy az év emlékhelye díjat idén a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely vehette át. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!